Semmi áron sem, akárha sokkal rosszabb a teljesítménye, minden körülmény megváltozott, indoka sincsen, a rendszer szabályozását egészében torzítja, de az nem változhat meg, mert egyszer valaki ezt elérte, akkor már nem lehet ezen változtatni. Én pedig azt mondom, kedves képviselőtársak, higgyenek a szabadságban. Higgyenek az önkormányzatokban és az emberekben, hogy tudják valamilyen módon közvetlenül is ellenőrizni az önkormányzatok tevékenységét. Higgyék el! Nem kell az aljegyzők számát korlátozni. Hát először is ugye az aljegyzőt a testület választja. Ott van egy korlát. Nem lesz Szamos Angyaloson 700 aljegyző, csak azért, hogy a szociális foglalkoztatást így bővítsék. Egyébként sem lehetne, mert ott ugye ezt a lehetőséget nem is nyitjuk ki. De hát az annak a testületnek miért nem tudjuk megadni a szabadságot? Úgy beszélnek a szabadságról, hogy rögtön a karó van a kezükbe és leverik, mert a szabadsággal úgy kell érni, hogy egyébként a szabadságnak az a lényege, hogy megmondom, hogy ezt csinálod, innentől idáig pont egyébként szabad csinálni. Ez is megint virtigli posztkádári gondolkodás, hagyjuk ezt magunk mögött, eljárt e fölött az idő. Adjuk meg a szabadságot az önkormányzatnak abban, hogy új ciklus van, hadd döntse el, hogy ki legyen a továbbiakban alpolgármester. Értelmetlen és egyébként rendszeridegen az a szabályozási elem, amit a korábbi szocialista jogalkotás hagyott örökül ránk, hogyha egy alpolgármestert megválasztanak újra képviselőnek, akkor az egyébként továbbra is alpolgármester marad. Teljesen értelmetlen. Új testület, új ciklus. Hát képzeljék el, ez teljesen analóg eset, ha egyéni körzetben megválasztott miniszter valaki, és teljesen új ciklus van, marad miniszternek. Ugyanez a szitu. Mert ma az a szabály, hogy alpolgármesternek választották a lezelőző ciklusban, egyéni körzetben nyert, vagy listán, mindegy, de megválasztották újra a képviselőnek, tehát marad alpolgármester. Mi ebbe az okosság? Miért jó ez? Én ez ellen küzdök, a szabadságot akarom a testületnek visszaadni. Azt árulják el, hogy ebben mi a baj? Ugyanez a helyzet. Miért ne határozhatná meg a testület, még egyszer mondom, hogy az új ciklusban az új mandátumot kezdő, vagy új ciklus kezdő polgármesternek mennyi a fizetése? Miért kell ezt elvenni akkor, hogyha a polgármester töltetesen újra választják? Más esetben meg megadni a testületeknek. Érthetetlen. Én még egyszer azt mondjam, azt mondom, kedves képviselőtársaim. Higgyenek a szabadságban. Higgyenek az önkormányzati szabadságban. Higgyenek abban, hogy az emberek a helyben felmerülő problémákat és ügyeket helyben meg tudják oldani. Ha ebben nem hiszünk, akkor át kellene állnunk a tanácsi rendszerre. Ki akarja ezt? Senki. Csak de a szabadságban úgy kell hinni, kedves képviselőtársak, hogy szabadságot adni kell, és nem karók közé szorítani. Erről szólnak ezek a javaslatok, ezért kérem önöket, hogy támogassák őket. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Az általános vitát lezárom. Mivel mindkét előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést TPER 1672-es számon, az együttes bizottság ajánlást pedig TPER 1672/15 számon kapták készhez. Indítványozom, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassa le az országgyűlés. Felkérem Hegedűs Lóránné jegyzőasszonyt, ismertesse az általam javasolt vitaegységeket. Tisztelt országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy első szakaszban az országgyűlés az ajánlás 2-től 13-ig terjedő pontait vitassa meg. Ezek az adatfeldolgozás, adatkezelés, adatokhoz való hozzáférés szabályait, valamint a hatályát érintik. A házszabály 105-ös szakasz 2-es bekezdése alapján a preambulum módosítását kezdeményező indítvány a megvitatásra a második szakaszban kerül sor az ajánlás első pontja szerint. Köszönöm, jegyzőasszony! Tisztelt országgyűlés! Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Egyetérte a javasolt vita szerkezettel? Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés indítványomat elfogadta.
Tisztelt Országgyűlés! Kérem a képviselőket, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék, hogy melyik módosító javaslathoz kívánnak hozzászólni, és csak arról a kialakított álláspontjukat ismertessék. Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a részletes vita első szakaszát a 2-től 13-ig terjedő pontokra. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Mivel felszólaló nem jelentkezett, így a részletes vita első szakaszát lezárom. Tisztelt Országgyűlés, megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás egyes pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Igen, megadom a szót Varga László képviselőnek a MSZP képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én nyilvánvalóan ez egyetlen ponthoz az első szeretnék hozzászólni. A preambulum olyan módosítását kérte Steiner képviselőtársam ebben a módosító indítványban, ami láttam, hogy az Alkotmányügyi, az Emberi Jogi Bizottságnak sem nyerte el a tetszését, és nyilván az előterjesztő sem értett vele egyet. Egy olyan módosítást kért ő, amely egy politikai típusú kitételt szeretne kivenni a preambulumból, ez pedig zárójelben téve, ez a szakasz, ez pontosan így hangzik, az állampolgárok államba vetett bizalmának visszaállítása valamint. Tehát itt az állampolgárok államba vetett bizalmának visszaállításáról beszélnek önök, és gondolom vélhetően úgy olyan összefüggésben, hogy az elmúlt években ebben egyfajta megrendülés következett be. Én egy olyan hozzátételt szeretnék itt megegyezni, egy olyan hozzáfűzni valom volna, ami nyilvánvalóan itt a délutáni órákban lehetőséget biztosít arra, hogy elmondjam, hogy én úgy érzem, hogy az állampolgárok bizalma ezekben a napokban kezd megrendülni az államban, hiszen önök úgy döntöttek, hogy 3000 milliárdnyi megtakarítást elvesznek az emberektől, ezt beépítik a költségvetésbe, elköltik a következő években. A bizalom most kezd megrendülni, hogyha jól látom, 218,6 a svájci frank árfolyam a forinthoz képest, ez szerintem őrületkáros a devizahiteleseknek. Szerintem közösen próbáljunk abban reménykedni, hogy a nap végére nem lesz 220 felett újra ez az árfolyam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha már megadatott nekem a lehetőség, hogy szemben a másik lehetőséggel, amit önök kínáltak, hogy tegnap éjszaka egy teljesen cinikus és értelmetlen vitát folytassunk valamiről, én ma szeretném elmondani azt, hogy ha bár az előterjesztés kapcsán bizonyára más összefüggésben merült föl ez a kérdés, én azt gondolom, hogy az állampolgárok bizalma nem akkor rendült meg, hanem ha jól érzem, a piaci folyamatokból és az utcán beszélgetve az emberekkel ezekben a napokban az önök intézkedései miatt rendül meg ez a bizalom. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólásra megadom a szót Koszorús László képviselő úrnak a Fidesz képviselőcsoportjából. Öne a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Röviden reagálnék Varga László képviselőtársam felszólalására. Gazdasági bizottsági tagként sokat vitatkoztunk erről a módosító javaslatról. Egyébként teszem hozzá, Steiner Pál későbbi javaslatát elfogadta a bizottság többségében. Itt az egész törvény alapvetően arról szól, amit Steiner Pál képviselő úr módosítani szeretne, úgyhogy nem tartottuk szükségesnek, hiszen maga a törvény egy 15 éves dilemmát próbál lezárni. Maga a törvény arról szól, hogy biztonságba kezeljék a jövőben az állampolgárok minősített adatait, úgyhogy ez egy inkább csak technikai kategóriába minősülő módosító javaslat volt, amit elvetettünk, egyébként teszem hozzá az MSZP-vel közösen. Azt hozzá kell tenni, hogy nyilvánvaló ez egy szakmai típusú javaslat, nem politikai, és kérném a képviselőtársaimat, hogy inkább szakmai alapon és ne politikai alapon próbáljuk ezt a vitát lefolytatni, ha már az állampolgárok minősített adatairól van szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés! Felszólása következik Németh Zsolt képviselő, a Jobbik képviselőcsoportjából. Öne a szó, képviselő úr! Köszönöm, elnök úr, a szót! Valóban lehet vitatkozni erről a módosító javaslatról, és el lehet mondani, hogy tényleg néha úgy érezzük, hogy feleslegesen
szerepel fideszes törvény javaslatoknál vagy törvénymódosításoknál ez a kis titulus, hogy az állampolgárok államba vetett bizalmának visszaállítása érdekében, vagy valamint. De úgy gondolom, hogy ez esetben ez tökéletesen helyén való, így a mi frakciónk sem támogatja, és nem is támogatta ennek a mondatrésznek a törlését. És hát akkor itt hagyj keljek a polémia tengerére. Nem hiszem, hogy ez a törvényjavaslat, vagy bármelyik, esetleg lehet vitatkozni mostanában, köszönöm, vetette, vagy elvetett, vagy megingatott bizalmat az állampolgárokban, az bizonyos, hogy az elmúlt 20 év az már elég sok bizalmat kivetett az emberekből, de leginkább ebből is kiemelném az elmúlt 8 évet, mondom itt a jobboldali frakciónak, azt, amikor az emberek szemét lőtték ki, amikor embereket kellett kiköltöztetni, az elmúlt kormány, hát finoman szólva is elhibázott gazdasági döntéseinek hatására, illetve az elmúlt idők ezen törvény módosítás, pontosabban eznek szeretne módosítani a törvény, ennek a hatására is, hogy hát az emberek adataival, az emberek személyi adataival majd, hogy nem szabadon kereskedhettek piaci cégek, köszönhetően ez a szocialista kormányzatnak is, de azért ne menjünk el a pártok mellett sem, ugye kicsit itt ostorozzuk önmagunkat se, ugye nekünk is pártoknak, vagy eddigi pártoknak is lehetőségük volt megvásárolnia az állampolgárok adatait választási időszakban, a választási törvénynek, 97-es választási törvénynek van egy ilyen paragrafusa. Az állampolgárok, szavazópolgárok bizony ezt joggal sérelmezték. Joggal sérelmezik, hogy cégek, pártok, vagy bárki hozzájuthat személy adataikhoz. Úgyhogy mi nagyon örültünk, amikor megérkezett ez a 1677-es törvényjavaslat, és végre kimondta, hogy nem, bizony tényleg ne lehessen megvásárolni adatainkat, ne jusson adataink cégek, esetleg olyan multinacionális vállalkozások kezei közé, amik esetleg nem is magyar kezekben vannak, így adataink esetleg még ország határainkon túl is eljuthatnának. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a mondat helyén való, és tipikus szocialista, de nem szocialista, mert ezt nem nevezem szociális attitűdnek, ami az MSZP-ből felénk próbál sugározni. Tehát tipikus MSZP-s hozzáállás, hogy még ezt is törölnék a törvényjavaslatból. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, kíván-e még valaki a vita e szakaszában felszólalni, mivel jelenkezőt nem látok, így a részletes vita második szakaszát és a vita egészét lezárom. Megkérdezem Nyitrai Zsolt államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, megadom a szót államtitkár úr. Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm szépen a szót és a lehetőséget. Ugye az általános vitában, a múlt héten folytattunk le itt közösen a parlamentben, az derült ki, hogy a nemzeti adatvagyon törvény alapkoncepciójával gyakorlatilag minden parlamenti frakció, minden parlamenti párt egyetért, és a vitában és a benyújtott módosító javaslatokban sem látta a kormány azt, hogy koncepcionális eltérés van abban a gondolatban, amit mi a nemzeti adatvagyon védelméről megfogalmaztunk. Lényeg az, hogy az elmúlt évek folyamán egy olyan komoly hibás gyakorlat alakult ki ezen a területen, hogy az állam és az állampolgár számára fontos adatok, azok kikerültek az államnak a főügyeleti köréből, magáncégekhez kerültek, és ilyen azt gondolom, hogy szinte egyetlen egy országban sem fordult elő. A kormányzat egy határozott fellépéssel ezzel a hibás gyakorlattal egyértelműen szakítani akar, ezért hozta ide ezt a törvényt az Országgyűlés erő, definiálni kívánjuk a nemzeti adatvagyont és annak a védelmét. Egy felelősségteljesebb állami szerepvállalást fogunk megvalósítani ezen a területen is az elkövetkező években. Ami a benyújtott módosító javaslatokat és itt a részletes vitában elhangzottakat illeti, arra azt tudom mondani, hogy a három csoportba tudom sorolni vagy kategorizálni az elhangzott véleményeket. Egyik, amelyik a adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatfeldolgozással foglalkozik, másik a büntető törvénykönyvnek a módosítására tér ki, harmadik pedig a törvény hatályba lépésének a kitolására